sportosat. Híradónk vendégei Orbán Győző, a Budapesti Honvéd birkózó szakosztály elnöke, valamint Lőrinc Viktor, olimpiai ezüstérmes birkózónk. Üdvözöllek benneteket, gratulálok nektek, mert ebben te vitted a főszerepet, de azért az elnök úrnak is van egy kis szerepe, de hogy mi majd elmondja. Ám mielőtt kibontanánk ezt, elárulod nekem, hogy hol nézted a két Lőrinc testvér mérkőzését? Én megnéztem a tévében is, meg az interneten is többször megnéztem, mert azért volt mit nézni. De maga a döntőt, tehát amikor élőben ment, akkor hol voltál éppen? Hát akkor dolgoztam, de az egyiküknek meg tudtam nézni, a másiknak meg csak az eredményét hallottam. És mikor... a Viktorit néztem, és a Tamásét hallottam. Tehát Viktorit nézted? Néztem, igen. Mikor nézted, mint egykori birkózót kérdezlek, mondtad hangosan a tanácsokat? Hát, annyival jobban birkóznak, hogy nem nagyon tudunk nekik jó tanácsot adni. Tudod, ez... A véleményenket azt tudjuk, a stratégiát a több meccsen keresztül azért láttuk. Én azt mondom, hogy ez így nagyjából jó volt csinálva, lehet, hogy én a döntőben egy kicsit más tanácsot adtam volna, de hát az mindenkinek megvan itt a szerepe, hogy... Persze. Jó, csak arra voltam kíváncsi, hogy mennyire élted magad bele a döntőbe, hogy elszóltad, hát, mondta, hogy most fogjad a tépjed, vagy nem tudom. 200 tehát... a vérnyomáson idegileg kikészülök, tehát nagyon nehezen viselem. De mondtad a magadét akkor? Igen. Hát hogy, persze. Na, erre hát voltam persze. Kíváncsi, hogy miket hát mozdul az ember, amikor látja, hogy mit kéne, vagy mit nem kéne, akkor mozdul az ember. Akkor mellettet lévő társad meg is dobtad? Nem, azért nem, csak bemozdultál nem, rá. Vigyázunk rá. Ő is birkozó, úgyhogy nem biztos, hogy jól jártam volna. Gondolom, jól vagy, repkedsz. Mert ugye azt szokták mondani, hogy a legrosszabb a második hely, mert ugye döntőbe kikapott. A harmadik azért jobb, mert ott nyert az érmes mérkőzésem. Kiegészíteném, a legrosszabb az ötödik hely, amit átéltem Rióba, amikor érem nélkül jön haza az ember. Úgyhogy azért azt kell, hogy mondjam, nyilván aznap, amikor elveszítettem a döntőt, akkor nagyon el voltam keseredve, ugyanis én is olimpiai bajnok akartam lenni. De azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy teltek az idők, és igazából, hogy teltek a napok, felértékelődött ez az érem, és abszolút úgy fogom fel, hogy ez egy megnyert ezüstérem, nem pedig egy elveszített döntő. Ugyanis én úgy gondolom, hogy nagyon nagy dolgot vittünk véghez a Tomival, főleg, hogy ő meg is tudta nyerni az olimpiát, ez számomra hatalmas erőt adott, és hát azért nekem is azért voltak nehézségek a felkészülés során, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy összességében nagyon-nagyon örülünk ennek az eredménynek. Milyen nehézségekre gondolsz, ha nem titok? Nyilván nem titok, volt egy térdoperációm, azután belemásztam a Covid-ba a tünetekkel, és hát az évelő az nem úgy indult, hogy szerettem volna. Én egy kicsit hamarabbra vártam, hogy a formám vissza fog térni, és ez mind nem úgy volt, nem úgy sikerültek az évelei versenyek sem, de igenis hittem abba, hogy mire eljön az augusztus, és eljön az, hogy mikor én versenyezni fogok, addigra én 100%-os állapotba kerüljek. Nyilván ez kellett ahhoz, akik mellettem álltak és közel álltak, azok mind bíztattak, és egy pillanatig is nem éreztették azt velem, hogy ez nem fog sikerülni. Úgyhogy összességében nagyon örülök neki, hogy addigra, amire kellett, addigra összeállt a formám. Akkor visszafogtátok magatokat, nem szóltatok egy szót sem, mikor nem jöttek úgy az eredmények. Volt azért álmatlan éjszaka emiatt, hogy hú, most ugye mindenki várja a Honvéd két klasszisától az érmet, és... hogy Viktor is mondja, nem úgy alakult az éveleje, hogy szerette volna. Volt-e miatt álmatlan éjszaka? Ugye a Viktort meg a Tamás mindig összehasonlítjuk, hát mert hiszen testvérek, de azért önmagában mindenkinek szépen megáll az eredménye, de óhatatlanul összehasonlítjuk. Tehát a Tamás az egy nagyon kiegyensúlyozott, nagyon nagy repertoárra rendelkező klasszis birkózó. A Viktor rendkívül jó fizikai állapotnak örvend, végig tudja verni a világot, viszont egy kicsit hektikusabb. Tehát ő hol a mennyországban van, hol a pokolba. Amikor mi fönn voltunk nála előtte egy kicsit beszélgetni, akkor jártam meg a poklot, és ugye könnyű akkor szeretni az embert, amikor sikerek vannak. Amikor nincs siker, akkor kell lelket önteni bele, és talán ott egy kicsit sikerült nekünk, ugye arról beszéltünk, hogy fölfelé jövő ágban van. Tehát amikor mélyről indulunk, és ha ez jól jön össze, akkor ez az olimpián csúcsosodik ki. Én úgy gondolom, hogy ki is csúcsosodott, ha megint csak ugye ez a lehet aranyérem, lehet ezüstérem, ha megint a testvéreket hasonlítjuk össze, vagy az ő munkásságot, az elmúlt 3 évet, vagy 6 évet, akkor úgy gondolom, hogy pontosan reális ez a dolog. Tehát mindenkinek, én úgy gondolom, mindenkinek majdnem maximumra összejött minden apróság, ami kell egy ilyen egy versenyhez. Én úgy gondolom, hogy Tomi már annyi csatán volt túl, hogy
mindig elvárjuk az aranyérmet, nem csodálkoztunk rajta, de azért az iráni meccsnek egy pillanatát nem kívántam volna. Még az sem, amikor az énekezemet emelik föl, az borzasztó volt. A Viktornak az a német elleni, aki ugye birkózott már vele, jött már ki rosszul belőle. Tudtuk, hogy nagy fogások nem lesznek, tehát az egy-egyes, az egy idegi harc. Tehát mindenki megvívta a csatát, és én gondolom, mindenki szépen jött ki belőle. Én maximálisan elégedett vagyok, és persze, próbálja meg valaki az olimpiai ezüstöt megszerezni, és akkor utána mondhatja, hogy ez vereség vagy nyereség. Persze, csak évelején, amikor nem úgy jöttek, akkor volt álmatlan éjszaka. Nem, mert azért nem az első eset volt azért a Viktornál. Ja, azért volt a VB, ez tehát benne van a pakliba, hogy ilyen igen, benne van, de annak ellenére érdekes, hogy állandó teljesítmény nyújt, és mégis hol szerencsésebb, hol kevésbé szerencsés, ami a szőnyegen történik. Nagyon jó volt, hogy most a mélyből jött föl, és fölért a csúcsra. Ez a német sráccal, ugye Rióban vele volt ez a csúnya mérkőzésed. Mennyire hoztad magaddal föl a szőnyegre ezt a riói emléket? Mennyire tudtad esetleg átlépni? Abszolút semmennyire. Szóval, hogy én már előtte készültem, hogyha vele fogok birkózni az olimpián, akkor nagyon fontos lesz az, hogy én ki tudjam zárni a riói élményeimet. És nyilván, amikor ott voltunk az olimpián, és megnyertem az első mérkőzésemet, akkor a Bandi szólt nekem, hogy a német kazak győztese fogok jönni. Akkor már tudtam, hogy a német úriember lesz az, és egy pillanatig se volt az, hogy én nekem most beugrott a Rio élményeim, mert pont ez volt a kulcsa a mérkőzésnek, hogy maradjak higgadt, maradjak a taktikánál, és akkor az én kezemet fogják majd a magasba emelni. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ezen a mérkőzésen egy taktikai harc végén én kerültem ki győztesen. Mert végig higgadt tudtál maradni. Pontosan úgy van, szóval, hogy én bíztam a taktikába, bíztam a taktikába, bíztam a birkozásomba, úgyhogy abszolút vége, úgy gondolom, hogy az elejétől a végéig tudtam irányítani a mérkőzést, és én úgy éreztem belül, hogy nem forog veszélyben. Készültem a lenti támadására, hogy majd mit fog csinálni, úgyhogy állásból is azért kielemeztük, hogy esetleg mivel tudna meglepni. Én úgy gondolom, hogy jól ki tudtam zárni az ő birkózását. Döntő előtti este, hogy feküdtél? Mik jártak a fejedben? Hát az egy szuper este volt. Szóval, hogy amikor Tomi visszajött az aranyéremmel, bár ő akkor nyerte meg az olimpiát, és én nagyon vártam már, hogy visszér, ugyanis nekem nyilván ilyenkor a saját napomra kell koncentrálnom, időben le kell feküdnöm, sokat kell pihennem, de hát neki nyilván teendői voltak ilyenkor, és meg szerettem volna várni, hogy visszérjen, hogy tényleg meg tudjam ölelni. Az aranyérmet azt nem akartam megnézni, úgy voltam vele, hogy ezt majd, egy másik alkalommal, de abszolút tényleg egy fantasztikus élmény volt az nekem, hogy láthattam, hogy ő megnyerte az olimpiát, és hogy végigkísérettem ezt az egészet, és nagyon nagy erőt adott az nekem, hogy ő így szerepelte az előző napokon. De hogy feküdtél le? Hogy aludtál le? Mi járt a fejedbe? Jól. Hát az, hogy olimpiát fog nyerni. Hát így. Tehát így, tehát biztos voltál benne, hogy meg lesz? Hát, biztosra nem mehetünk sembe azért. Az ukrán ellenfél azért egy nagyon komoly birkózó, aki mind technikailag, mind fizikailag, ha toppon van, akkor nagyon nehéz megtenni. Nem csak arra lehet, igazából kíváncsi, hogy te belülről, őszintén így, négy szem közt, mit éreztél magadban az esélyek? Hát továbbra is azt mondtam, hogy nyerni akartam, azt éreztem, hogy nyerni fogok. Igazából úgy, hogy így feküdtem le. És aztán jött másnap a döntő. Aztán jött a döntő. Fél idő javadra szólt, akkor mit éreztél? Nagyon jól tudja az eseményeket. Hát nyilván rossz volt úgy lemenni, hogy nem tudtam rajta akciót csinálni. Így sikerült ez a döntő, nem tudok többet hozzáférni. Elnök úr, mit csinált akkor? Mi csak az első? Ugye, tehát ami mellett volna más az én taktikám, mint amit, amit csináltak. Tehát a német ellen tudtuk, hogy nem lesz rendkívül nagy dobások és fogások. Tehát ott gondoltuk, hogy az a 1-1-2-1, tehát valami ilyesmi kell. Az egy rendkívül módon. Ott már megbirkózta ő azt, amit meg kellett birkózni idegileg, feszültség mindenbe. Én a döntőben hasonló taktikát választottak, én úgy gondolom, a szövetségi kapitány. Én csatába engedtem volna. Tehát, hogy birkozza ki, amit lehet, maximumot. Ott már veszteség nincsen, tehát ott vagy arany, vagy ezüst, az már hazajön. Nem biztos, nem vagyok benne biztos, hogy kétszer meg lehet ugyanazt a taktikát játszani egy olimpián. Lehet, hogy az eredmény az lett volna, nem tudjuk.
Most én azt mondom, hogy amilyen állapotban volt az ukrán srác, mondjuk szerintem egy 10-ből 6-szor 7-szer most ő nyert volna. Annyi különbség. Jó kondiba is volt most az ukrán, ugye? Tehát most nem lehetett nagyon most itt. Volt. Nagyon jó kondiba volt. Elnök úr, van most itt ugye két klasszis versenyződ. Ezt hogy tudod majd a Honvéd javára fordítani? Azaz, hogy tudsz majd a két Lőrinc testvér hátán esetleg újabb és újabb birkózókat elcsábítani? Most nem arra gondolok, egyik klubból a másikba, hanem hogy utcáról be. Ez a tér. Tehát ugye felvetődik a kérdés, hogy ki mit tud hozzátenni ez a dologhoz. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy két tehetséges birkózó legyen, mert a végén, amikor föl kell állni a szőnyegre, akkor egymaga áll föl. Az, hogy jutunk oda, és hogy mi mindent kell alátenni ahhoz, hogy úgy tudjon odaállni, hogy ő maximálisan fölkészült, az mindenki részéről, mindenki el tudja mondani. Én el tudom mondani a szakosztály részéről, annyi segítséget tudtunk adni ezelőtt egy 3-3,5 évvel. Volt az a kérdés, hogy átjönnek a Honvédhoz, nem jönnek át a Honvédhoz, egyáltalán birkóznak, nem birkóznak, hol birkóznak. Akkor mi leültünk, és én úgy gondolom, az olimpiáig pontosan megbeszéltük, hogy mi az, amit mi tudunk ehhez hozzátenni, mi az, amit ők tudnak hozzátenni. Azért van olyan háttérmunkás, és azért mindenképp meg szeretném említeni őket, hogy az egyik a szakosztályvezető, aki ugye Marcalibor származik, de már Pesten lakik albérletbe x éve azért, hogy ezeket a gyerekeket, vagy ezeket a srácokat segítse. Illetve... Ugye gyorsan tegyük hozzá az árjában, ugye Marcalibor nőtte ki magát végig. Igen, végig itt az országon, de gyakorlatilag azért jött Pestre, és azért csinálta, hogy a Honvédot megcsinálsuk, és a Honvédon belül pedig eredményt tudjunk elérni. Illetve vannak azok az edzőtársak, akikről sose esik szó, mert hát ugye nem látjuk őket. Itt szintén van a szakosztályban a Toller Dani, aki mind a két Lőrinc testvérrel nagyon sokat edzett, én úgy gondolom jó baráti viszony is van. Ő például már csak azért birkózott, hogy ezt a két embert segítse a felkészülésbe. Szóval ha ilyen emberek vannak, és ezt a kicsit mi hozzá tudjuk tenni, mert mi csak kicsit tudunk hozzátenni. A nagy dolog az a szőnyegen dől el, de azt a kicsit hozzá tudjuk tenni, akkor én azt gondolom azért jó a sportsiker, mert mindenki érezheti a magáénak. Mi is a magunknak érezzük, meg a mi gyerekeinknek érezzük, mert mégiscsak honvédosak, és az elmúlt időszakban ott tudtuk azt a feltételrendszert összerakni, aminek aztán a vége ez a csodálatos eredmény lett. Én úgy gondolom, hogy egy szakosztály életében, egy olimpiáról két érmet hoznak haza, az nem olyan rossz, még a Honvéd Egyesületen belül sem, aki egyébként nagyon jó szerepelt maga az Egyesület is az olimpián. Ezen belül szakosztályba két érmet hozni, két nem akármilyen érmet hozni. Hát azt gondolom, hogy ennél többet nem kívánhattunk volna magunknak. Biztos hallottátok, hogy egyes kluboktól irigyek, aztán persze, hát a Honvéd a könnyű volt neki két Lőrince. Jó, kétségtelen volt két klasszis, van két klasszis birkózó, de az önmagában az még nem garancia arra, hogy meg lesz a siker? Én annyit tudok, csak ezt szóltál hozzátenni, hogy miért a Honvédban vannak. Lehetett volna most... Na, miért a Honvédban vannak? Ne személyeskedjünk, de bármelyik egyesületben mondhatunk volna, Fradiban. Így van. Mert ott érzik magukat jól. És ez nagyon fontos. Tehát van egy feltétel, amit van, biztos, hogy van a Honvédnak egy olyan előnye, hogy még annak idején a Simicskó Pista, még mikor hadügyminiszter volt, akkor ő találta ki a Honvéd Egyesület újraélesztését, ennek a feltételrendszerét megteremtette, ami azt jelenti, hogy egy kiegyensúlyozott költségvetéssel tud dolgozni, na de ugyanúgy ezt lehet jól csinálni, ugyanúgy ezt lehet rosszul is csinálni. Én úgy gondolom, ha ilyen eredmény van, akkor ott, aki azon belül ténykedett, az mindenki jól csinált ezt a dolgot, és maga a Honvéd Egyesület is jól szerepelt, tehát valószínűleg a Honvéd Egyesület is jól csinálta a dolgot. Ugyanezt lehetett volna rosszul is. Én úgy gondolom, hogy ha ezt mindig lehet mondani, így van, tehát nem mi neveltük gyerekkoruk óta őket, de azt a feltételrendszert itt találták meg. Miért nem másik klubba? Nem igaz, hogy pénzkérdés, mert van olyan klubba, ahol több pénz van valami miatt. Mi leültünk, megbeszéltük, mi elmondtuk, hogy mit lehet az olimpiáig. Én úgy gondolom, hogy ők ezt megértették, tolerálták, amit mi ígértünk, azt betartották, ők meg csak annyit ígértek, hogy akkor hozzák a legjobb formájukat, ők is betartották. Egyébként most az olimpiák vannak csak nálatok, vagy hogy van most a szerződésük? Meg nem mondom, a Valogvili tudja megmondani, viszont ugye a Tomi az azt mondta, hogy akkor abba adja. Hát ez már biztos? Hát most ha, tehát azért a 77 kiló meg a 87 kiló az az emberevő súlycsoport. Igen. Tehát az a legnehezebb. Most azt úgy végig csinálni, hogy az egyikük két, nős két gyereke van és építkezik, a másikük nős van egy gyereke.
az egy emberfeletti teljesítmény. Tehát mondhatnánk, hogy úgy könnyű, hogy csak egyedül van, és csak magára kell gondolni, nekik már nem magukra kell csak gondolni. Hát a Tomi abban a korban, hogy két év múlva már veteránba indulhat. Tehát ez egy igen, nagyon érdekes történet. Nyilván el kell indulni az életbe, hogy marad-e a birkózásban, vagy nem, azt majd ő tudja. Végzettségüknél fogva, tehát mind a kettőjük, ugye most már elvégezték a sportegyetemet, tehát gyakorlatilag mindegyik ők a maradhat a sport irányába is, ezt majd elhozza a jövő. A Viktor még nem nyilatkozott, hogy akkor abba hagyná, tehát én belőle van Kraft, de azért ő is 30 fölött van, és azért ez nagyon kevés, tehát az 77-87 kilóban 30 év fölötti sportoló, élsportoló az már nem olyan sok. Nagyon jó adottságú genetika, nem tudom mi, tehát valami, vagy a cegvizi levegő, valamitől jó állapotban vannak. Jó pesti levegős ilyen, itt a Kis Balázs, ugye, ő is milyen sokáig bírta. Hát igen, ő is egy elnyihetetlen. Igen, ugye? Igen. Én úgy hallottam, hogy a Párizs olimpiát még mindenképpen megcélzod. Most először a pihenés a főszerep. Most családdal akarok lenni, tényleg a kislányommal, a feleségemmel, a barátaimmal. Most ezt a pillanatot ki szeretnénk élvezni, egy kicsit ünnepelni szeretnénk, úgyhogy jövőre még egyelőre nem szeretnék beszélni. Jó. Azt kaptad egyébként, amit vártál így olimpiai érmesként? Most így hazajöttél, tehát úgy az a szeretet, az a nagy rajongás vesz körül? Sokkal nagyobb. Tudom, az, hogy erre szóval, hogy sokkal nagyobb az igazság, hogy amit az emberektől kapunk szeretetet, és ahogy fogadtak minket a repülőtéren, és ahogy tényleg annyian írnak, annyian szurkoltak nekünk, hogy ez egy fantasztikus érzés volt számunkra. Ezért is dolgozik egy sportoló, én úgy gondolom, hogy jó látni ezt, amikor ennyien követik nyomon az ő pályafutását, és fantasztikus érzés. Mai napig, ahogy ránézek az éremre, és Tomival is találkozunk, nálunk van az érem, akkor így egymásra nézünk, ez valóban megtörtént-e, mert ezek tényleg egy olyan fontos pillanatok, amiért megéri csinálni ezt a sportágat. Megvan már, hová kerül a lakásban? Még egyelőre még nincs meg a helye, mert sokszor viszem magammal, úgyhogy egyelőre még nincs olyan helyre letéve, de majd meg lesz majd neki biztosan a megfelelő helye. Szóval akkor elmész horgászni, ha jól tudom, Borsod megyébe, egy nagyon szép helyre, ami... Harsány, így van, ami minden világverseny után nálunk, a Tomival ez egy, mondhatnám úgy, hogy pihenés, de igazából nagyon komoly szokott lenni, szóval végre úgy elfáradom, mint érzetemből. De oda a Repka Attila vitte annak idején. Így van, és a Repka Attila által ismertük meg a tógazdát, Tóth Pétert, és az ő közbenjárásával jutottunk erre a csodálatos tóra, ahol nagyon-nagyon szeretünk járni, és ez nálunk hagyománnyá vált, és a jövőben is így lesz majd, hogy egy évben többször fogunk látogatni hozzájuk. És ott nem fogtok beszélgetni a birkózásról? Hát nyilván azért fogunk róla beszélgetni, azért mégiscsak birkózók vagyunk, és szóba fog jönni, de ott tényleg az lesz a főszerep, hogy azért pihenni tudjunk, kikapcsolni, és egy kicsit átadni magunknak arra, hogy egy kicsit hátradőljünk, és tudjuk értékelni azt, mi van a hátunk mögött. De még nem raktad össze fejben, hogy milyen horgászuszot viszel, milyen csalit viszel, még erre nem volt időd? Még erre még nem volt időm, ezt majd a jövét vagyom, nem majd valamikor összeállítjuk a Tomival. Mikor ötödikként jöttél haza a Rióból, volt benned egy kis dű az, hogy azért is megmutatom, és másik, vagy érmes leszek következő olimpián? Természetesen igen, szóval, hogy... Mai napig emlékszek arra a pillanatra, amikor nem sikerült ez a bronz mérkőzés, de ahogy hazajöttünk, onnantól kezdve tudtam azt, hogy mit szeretnék, tudtam azt, hogy több van bennem, mint az olimpia 5. hely, és már a következő évben igazából össze tudtam úgy szedni magam, hogy jöttek az eredmények, amiket szerettem volna, és én nagyon vágytam erre, és nagyon sok munkát elvégeztünk, én úgy gondolom ahhoz, hogy meglegyen ez az érem, úgyhogy összességében azért nyilván nagyon örülnek az ember. A Honvéd birkózó szakosztályának 21. századi korszaka, az 5-6 évre tehető vissza. Elég fényes jelen pillanatban ez az 5-6 év. Meddig marad fent? Meddig tudjátok fent tartani? Illetve milyen újításokban gondolkodik az elnök? Jó az egyesület, tehát jó abban az egyesületben dolgozni. Ott könnyű jó szakosztályt csinálni, jó egyesület van. Visszatérnék a Balogh-Vili szakosztályvezetőre, rendkívül jól látja az utánpótlást, és ugye volt az előbb a kérdés, csak aztán nem került rá válasz, hogy akkor most ez az utánpótlással mi lesz a helyzet. Én azt gondolom, hogy most tudnánk írni egy listát egyes súlycsoportokba, hogy ki az, aki várományos lehet a következő olimpiára, hogy ott lesz. Tehát vannak olyan, nem föltétlenül a gyermek, tehát a kezdetektől a nevelésre,
de összeszedni azokat a gyerekeket, akik tehetségesek, valamilyen formában a szakosztályba bevinni, illetve az eredeti szakosztályába hagyva valahogy oda csatolni a Honvédhez, ez a Balogh Villért a legjobban. Nagyon sok, ahhoz képest amennyi utánpótlás van, nagyon sok jó versenyzőt lát, és tudjuk a saját vonzáskörünkbe hozni, és én úgy gondolom, hogy sokáig fog még csillogni fénylenni ez a csillag. Ez a feltételrendszer, ebben a hozzáállása, én úgy gondolom, hogy mindenki egy dologhoz, de egy jó dologhoz hozzátesz, nem elvesz belőle, akkor annak menni kell. Ez a két sztár gyerekkel mennyire nehéz együttműködni? Hát nem nehéz, mert Honvédban két feltétele van, hogy a Honvédban birkózhassanak, kell hozni azokat a nemzetközi eredményeket, ami elvárható, illetve jó embernek kell lenni. Na most ők többek között azért vannak a Honvédban, mert ők... Akkor nem voltak olyan kéréseik, amik csillagos... Mi leültünk, megbeszéltük, pontról pontra úgy gondolom mindenki betartotta, és hát azért nézzük meg a nyilatkozatait, tehát ők mind a kettő nagyon, nagyon jó ember. Jó ember. Ezért... Jó, hát nyilatkozat az egy dolog, de most nem, a háttér, a kulisszák mögött. Hát az életben is, hát most csak azt nézzük, hogy családapaként gyerek mellett egy olimpián érmet tudnak hozni, hát ahhoz nagyon nagy emberi dolognak kell benne lenni, és mind a kettőben benne van. Mind a kettőben. Szuper. Azért gondolom, úgy számolsz, hogy a Viktor még azért marad-e. Hát az ő döntésük, teszem, én szeretném, hogyha mindegyik 80 éves korúig birkózna és hozna az eredményeket. Ő nekik kell tudni, tehát azt szokták mondani, hogy a birkózáshoz kell egyfajta butaság, hogy ennyi szenvedést el lehessen viselni. Most ilyen eredményekhez már nagyon sok szenvedést el kell viselni. Tehát amikor, és ők azért a világ élvonalában vannak. Tehát én, aki csak birkózgattam, és reggel fölkelek, és mindenem fáj, és tudom, hogy mitől fáj, akkor már nem kívánja annyira az ember. Tehát amíg van bennük elhivatottság, amíg van bennük akarat, amíg bírja a szervezetük, mert az is nagyon fontos. Addig csinálják, amíg őnekik kell eldönteni, hogy ez az a pont, amikor én azt gondolom, hogy Tamásnak teljesen értelmszerű döntése, tehát amit ő már végig csinált, hát mondom, tehát én már rég leszámoltam volna. Látod, két testvér mit tudott egymással kezdeni? Csodát. Hogy felhúzták egymást? Hát ez igen, megcsinálták a csodát, mert azon kívül, hogy egyesével is csodálatos érmeket hoztak, az, hogy még ráadásul egy testvérpár és egyéni sportba, és hasonló, tehát közel azonos súlycsoportba, hát én azt gondolom, hogy ez magáért beszél, ezt nem tudom. Neked is ezt kellett volna annak idején. Futballoznom? Nem, a Viktorra, hogy lebeszélni futballról, hanem birkózni, és akkor eljut ja, oda. Ja, az erősebb természet lehet, hogy nekem kellett volna futballozni. Igen? Na mindegy, hát ez van. Most már éhez dobta a gép, ugye? Ez teljesen jó van így. Ebben az évben akkor már neked csak pihenés akkor, ugye? Így van, most pihenni szeretnék, igen, a családra koncentrálni. Azt azért leszeretném szögezni, hogy leszeretnénk járni Tomival, azért a fiatalokhoz, azért itt még lesznek komoly versenyek az évbe. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó csapat állt össze a válogatottba és a Honvédba is, akiket segítenünk kell, és nagyon szeretnénk azt, hogy azért ott lemenjünk edzésre, és tudjunk velük birkózni, ugyanis lesz idén még azért egy utánpótlás világbajnokság, lesz egy felnőtt világbajnokság, úgyhogy azért szeretnénk őket még segíteni. Felnőtt világbajnokság? Így van. Ahová akkor ti nem mentek? Mi nem megyünk Tomival, úgyhogy mi. Ott már egy fiatal, ütőképes srácra fognak jönni, aki én úgy gondolom, hogy már ott nagyon komoly eredményeket el tudnak majd érni. Te súlycsoportodban ki a nagy feltörekvő? Nyilván több fiatal van, igazából, hogy majd ki fog derülni a magyar bajnokságon, válogatózni fognak. Jelen állás szerint hárman lesznek, a Takács István, Losonci Dávid és a Szilvási Erik. Ők fognak majd válogatózni azért, hogy kiinduljon a világbajnokságon. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az én súlycsoportomban nagyon komoly, méltó emberek lesznek arra, akik világversenyen fognak majd indulni. Van most olyan bakkancs listás dolog, amit most végre meg tudsz most csinálni, hogy nincs edzés, kötelező edzés, meg stb., amit most megcsinálsz? Nagyon egyszerű dolog. Szóval, hogy tényleg a családdal lenni. Mi hétfőtől szombatig edzőtáborban voltunk már évek óta, és csak azt tudom mondani, hogy jó lesz az egy kicsit velük lenni, és nem azt kell néznem, hogy pakolok be a táskámba, és már azt kell néznem, hogy holnap akkor most időben tényleg le kell feküdni, mert holnap megyek edzőtáborba, és már be van pakolva minden, hanem egy kicsit most tényleg velük lenni, és kiélvezni ezeket a pillanatokat. Van olyan, ahová el akarsz családilag csak így hármasba menni?
Nyilván én az utazás az nem a legfőbb vágyam, mert nagyon sokat utazunk, de természetesen a feleségem és a kislányom be van tervezve, hogy azért itt Magyarországon el fogunk menni, és azért pihenni fogunk. Na hát jó pihenést kívánok nektek. Köszönjük. Előkor, hát akkor neked meg jó munkát, mert ugye most van nagyon szép két érmed az olimpiáról, ezt viszont ki kell használni arra, hogy minél több gyerek jelentkezzen birkózónak. Igen. Menni fog? Én vannak terveink, úgyhogy szerintem fog menni. Kíváncsian várjuk. Köszönöm szépen, itt voltatok. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. További sportosat.